De a neveltetést, a cigány gyerek nem fél csak a cigánytól. Az az Úr Istentől se fél, mikor hazajön. És én leverek egy fülest. A tanár nyújtot adhat, de az neki nem fáj. Az én lehet, hogy nekem elég, ha csak látja a várok. Hát ezeket a bűnöző gyerekeket mi neveltük fel? Maximálisan egyetértek veled, hogy a szülői háttér elkezdhetetlen. Hát a pedagógusok kezébe kivették a nevelést. Itt van ez a nagy fenek, de nagy fenek, nagy demokrácius, nem tudunk vele mit kezdeni. Na mit érünk, a gyerek megveri a tanár? Otthon a szülő, mikor hazamegyen, azt mondja neki, hogy mit? Meg se nézi, hetekig, hónapokig a cigány, azt mondja az ember, hogy mit hoztál, feketét, ötöl, hatol, nem érdekli őket testvére. Isten, semmit nem ismernek. Ütnek, vágnak, lukra karaknak a cigány gyerekek. Én magyar ember vagyok elsősorban, magyar állampolgár. Az, hogy én cigány vagyok, az a kisebbséghez tartozom. Ez természetes. De én is magyar állampolgár vagyok, ugyanazok a jogok, lehetőségek illetnek meg engem, mint bármelyik másik társamat, aki az országhatáron belül él. Bármely más állampolgár. Az, hogy én cigány vagyok, Isten, az egy dolog. És a másik, aki zsidó, vagy horvát, vagy sláv, vagy ruszin, vagy nem tudom mi. A te barna, hogy mit vagyok. Elvégzi a szakmunkás képzőt, és nem veszik fel, mert kicsit barnába kellett élni, nem alkalmaznák a boltba. Vagy jön az a divat, hogy amikor a barnákat fogják alkalmazni. Többen lehet, hogy milyen az országot. A 20 cigány gyerekből, cigány elkövetőm, az belül nincsen. Hogy 20 cigány elkövetőm volt. Ti ezt minek nevezitek, ha nem cigánybűnözésnek? Arabnak? Nem. Hát akkor gyerekek, 17 rablásból, 16-ot cigány gyerek követel. Ti minek nevezitek ezt? Ők beszélni kell róla. Testvér, hát fel kell állni, szólni kell, hogy egy cigánsághoz. El kell menni, itt senkit nem ismerek a cigányt. Én nap mint nap járom a cigántelepeket, ahol az emberek éheznek, ahol az embereknek ennyi nincs mi. Csak azt tudják, hogy 1000-re, 2000-re, 5000-re, 20000-re. És ezek ebből az emberekből a cigány kérdés nem 5 év múlva, 50 év múlva is. Ne legyen bűnözés. Ne legyen bűnözés. Ezt meg kell állítani mindenképpen. Mert ilyen, hogy kapok egy levelet, 17-en aláírják. Vajda úr, legyen szíves, jöjjön, magyar család, jöjjön, felhozták a kerítésemet, elvitték a kádamat, fedik a tetőmet, fogom az emberkeimet, fölmegyek, beszélek a cigány családdal ki. Jön egy rafinált cigányasszony rögtön nekem, és mit mond nekem rögtön? Vajda biztos ránk álltak a magyarok. Rád álltak? A szomszédban belész, hogy ellopod a kádat. Januártól ide költöztetek, és eljött május, június, július, szétraboltátok ezt a környéket. Még egyszer jönnöm kell, bajotok lesz. Azóta nincs, hogy gyerekek betörés. El kell menni, az emberekkel beszélni. Így nem az kell, hogy felöltözök, mert mi olyan szépen fel tudunk költözni, hogy nagymárcikkel elmegyünk. El kell menni szerényebben. Már ha nagyképűen megyek hozzá, szóval, hogy nagy marad látokba te is, ha te is vagy, mint a többi. A levelet adják ide a parkokkal, a strádákat, vasutakat. Kortól nem tudom függ, a cigányasszonykat tudok ültetni, a cigányokat tudok kaszálni, nem adták oda. Ezekhez nem kell neketen táncolni, mulatni, hegedülni. Dolgozni is kéne van nekünk, nem? Munkázatok. Na hát ne, ki most a következő húzásom az lesz, nem az a munkát. Megrakok 5 busz cigányjal. Selindulok külföldre a tévé, rádió, mindenet. Majd adnak. De minek álltok, mert nem kell megijedni. Mindaddig baj lesz, ezt Tamás tudja legjobban. Mindaddig baj lesz. Még a cigányszülő azt fogja mondani. Gyereket hol volt? A börtönben. Ilyen híresen adom elő. Nem lehetjük ki a fejét. Nem annak őrünk, hogy a gyerek a börtönben van. Mert ha kijön, akkor ők híresek lesznek, mert a gyerek a börtönben van. Én és ha nekem hitétek el, ha 10 cigány gyerek bemegy a börtönbe, abból 3-at, ha megtört, 7 úgy jön ki, mint a Terminátor, és már azt is tudja, hogy hova kell betörni.